Köszöntöm kedves nézőinket, újra itt a Kaleidoszkóp. A mai adásunkban ellátogatunk Várnai Krisztina Sejem festőtárlatára. Ezt követően vendégem lesz Balog Lázár intézmény vezető helyettes, hogy beszámoljon a Bartók Béla alapfokú művészeti iskola idei tanévének sikereiről. Végül visszatekintünk a 17 Big Band évzáró koncertjére. Tartsanak velünk! Két nagy szerelmemet, a Sejem festést és a népmeséket, mondákat kötöttem össze a tárlaton látható képeimmel. Emellett nagyon szeretem a mandalákat, és a népmesei témákon kívül is szívesen festek a gyerekeknek. Mondja Várnai Krisztina Sejem festő, művészet és meseterapeuta, akinek gyermeknap alkalmából nyílt meg kiállítása május 25-én a Rákoshegyi Közösségi Házban. Várnai Krisztina a közigazgatási szakközépiskolában végezte tanulmányait, és 2016-ig ebben a szakmában dolgozott. Így előképzettség nélkül indult el a Sejem festészet és a rajztanulás vonalán. 2008-ban találkoztam először a Sejem festéssel, méghozzá úgy, hogy mandala festészetet szerettem volna tanulni, és arra kerestem rá az interneten, és így találtam rá Bozó Edit Liza honlapjára, aki régóta foglalkozik Sejem festéssel, oktat is Sejem festést, és az általa vezetett egyesületnek vagyok a tagja én is, azóta is oda járok festeni. És hát tulajdonképpen így a mandalákon keresztül találtam meg a Sejem festést, és hát ott ragadtam. Úgyhogy azóta ez szerelem. Először a mandalákat kezdtem festeni, hiszen ahhoz nem kell rajztudás, tehát ott megszerkeztem az ismétlődő formákat, és ez egyúttal egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség is, és sikerélményt is ad. Az ismétlődő formáknak, meg a színeknek a harmóniája, az ad egy olyan kompozíciót, hogy az ember ránéz, és ezt én csináltam. És ehhez nem kell sem rajztudás, sem festéstudás. Úgyhogy ezzel kezdtem. Aztán utána sálakkal, batikolással. Az is rögtön ad egy sikerélményt, tehát ahhoz sem kell egy festészeti vagy rajzolási tudás. Azóta a Sejem festő fokozatosan szélesítette érdeklődési körét a művészeti ágban, és az utóbbi években a mesék világában teljesedett ki alkotó munkája. Boldizsár Ildikónak a metamorfózis meseterápiájával találkoztam. Nagyon megtetszett az a módszer, és elvégeztem az ő tanfolyamát, tehát most már én is meseterapeuta vagyok, és valahogy ezzel párhuzamosan kezdtem el festeni a meséket. És így bele is ragadtam, tehát ez így kettő nagyon jól kiegészíti egymást, a meseterápia és a népmeséknek, népmesei motivumoknak a festése. Az ős magyar mondavilág, az életfák, a táltos paripa, a tűzmadár, a csodaszarvas, Emese álmának mondája, valamint az árgyilus királyfi egyaránt megihletik a művészt. Jelenlegi tárlatán többek között ezek a motivumok tűnnek fel egy-egy műalkotáson. A gyermeknap alkalmából rendezett kiállítás és Várnai Krisztina művészetének célja ezeknek a meséknek a népszerűsítése, felelevenítése, továbbá megteremteni a lehetőséget a gyermeki fantázia kiteljesedésére. A Sejem festő elhivatottságát támasztja alá a másfél hónap alatt készült 8 darab friss kép is. A tárlat 3 részből áll össze. Van itt egy népmesei sarok, aztán vannak olyan gyerekképek, amik nem kötődnek kimondottan mesékhez, és kint pedig a kisebbik helységben ott pedig mandalák vannak. Várnai Krisztina művészetének technikáját az üvegfestészethez hasonlította. Nagyon hálás technika, tehát nagyon hamar sikerélményt ad. Tehát ahogy a Sejem anyagon fut a festék, és gyönyörű szépen összekeverednek a színek, meg hát ugye az eredmény is, hogy ahogy ragyog ez a Sejem anyag,
tényleg szinte azonnal megszereti, aki elkezd vele foglalkozni. Hernyós sejemre készülnek a képeim, speciális sejemfestékkel festem, és hát ezt az üvegfestéshez tudnám talán hasonlítani, hogy van egy ilyen kontúrozó festék. Először felrajzolom a mintát a sejemre, utána ezzel a kontúrfestékkel kifestem, akkor ez megszárad, és utána tudom fölvinni rá a sejemfestéket, és ez a kontúrfesték ez nem engedi ugye a sejemfestéket tovább szivárogni. Úgymond hobbi festéknek mondják, mert hogy rá kell hasalni az anyagra. Vannak olyan sejemfestékek is, amit ki kell gőzölni, miután elkészült. Való igaz, hogy ez egy picit patinásabb, tehát ilyen nagyobb fényt ad az anyagnak, nem csak a képeknek, hanem akár a kendőknek, sálaknak is. Én azt azért nem szerettem, mert a gőzöléssel, tehát azt nagyon tudni kell. A tárlat nyitó estjén Jakab András faműves mondott köszöntő beszédet. Továbbá közreműködött Horvátné Dunavecki Leona is, aki a képzőművészeti tárlat tematikájához igazodva népszerű mesék betét dalaiból állította össze előadását. A Sejem mese, Sejemre álmodott mesék című kiállítás június 30-áig tekinthető meg a Rákoshegyi Közösségi Házban. A következő percekben Balog Lázár intézmény vezető helyettessel beszélgetünk arról, hogy melyek voltak a Bartók Ami idei tanévének legnagyobb sikerei, eredményei és új kezdeményezései, amelyek a jövő évre is hatással lehetnek. Üdvözlöm a stúdióban Balog Lázárt, a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető helyettesét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Milyen sikerekkel, élményekkel gazdagodott az idei évben az intézmény tanári kara és a diákjai? Ebben a tanévben több új kezdeményezésünk is volt. Az első csak, hogy egészen messzire visszamenjek, október 1-én a Zene Világnapjához kapcsolódóan kitaláltunk egy ilyen kis mini koncert sorozatot, ahol a kerület különböző pontjain voltak koncertjeink, és hát ezzel szeretnénk hagyományt teremteni a Zene Világnapjához kapcsolódóan. Aztán egy nagyot ugorva az időben, ugye a zeneiskolának, művészeti iskolának az egyik legjelentősebb esemény az a Bartók Béla Zenei Napok koncertsorozat, amihez most a legújabb kezdeményezésünk az az, hogy nem csak hangversenyek voltak, és nem csak egy kiállítás kapcsolódott ehhez az egész rendezvény sorozathoz, hanem egy szakmai napot is tartottunk. Rejkort Ildikó beszélt nekünk, és a tankerület minden zenetanárának és énektanárának meghirdettük ezt a szakmai napot, és egész sokan el is jöttek, úgyhogy ezt is tervezzük, hogy a Bartók napokon belül nem csak a nagy közönség, hanem a szűkebb szakma felé is nyitunk egy ilyen rendezvénnyel. Még egy fontos ilyen új kezdeményezésünk is van, az pedig, hogy ilyen toborzó jelleggel kimentünk az általános iskolákba egy kicsit népszerűsíteni a művészet oktatást. Régebben is csináltunk már ilyet, most ezt újra felelevenítettük. Idén a
Szabadságsugár úti és az Rényi Miklós iskolában ment ki a Piccolino zenekar, és hát mondanom sem kell, hogy a gyerekek nagyon kitörő lelkesedéssel fogadták a zenekart. Ilyenkor csak ilyen mini koncertet tartunk, egy picit beszélünk a művészet oktatásról, hogy ezzel kedvet csináljunk a gyerekeknek. Úgyhogy ezek az új kezdeményezéseink. Hogy a sikereinkre is rátérjek egy kicsit, mert voltak szép számmal azok is idén. Nagyon sok felvételizőnk volt. Fuvola tanszakról, ének tanszakról, cselló tanszakról vettek föl zeneművészeti szakgimnáziumba növendéket tőlünk, illetve a képzőművészeti tanszakunkról is több volt, aki a kisképzőbe, úgy mondják, tehát a képzésiparművészeti szakgimnáziumba, de Szent Lászlóba is és máshova is mentek kifejezetten ilyen rajz- vagy képművészeti tagozatra növendékeink, illetve egy növendékeinket fölvették egy drámatagozatos gimnáziumba is. Úgyhogy ezen a fronton is hát nagyon komoly sikereink vannak, és jó azt látni, hogy akik egyszer kisgyerekként bekerülnek hozzánk, sokan közülük aztán hát egészen életpályájú választják a különféle művészeti ágakat. Sok művészeti verseny is volt idén. Itt különösen szeretném a szolfés versenyt kiemelni, ahol az első helyezettünk maximális pontszámot ért el, de hát sok ezen rajta kívül még nagyon sok szép eredmény született. Volt kortárs zenei verseny, volt többfajta zongora verseny is, ahol nagyon szép eredményeink voltak, szintén született maximális pontszámú eredmény, és szokás szerint mi magunk is rendeztünk zongora versenyt, a Ferenczy György zongora versenyt még össze. És éppen még nagyon drukkolunk, mert pénteken, június 8-án lesz az országos döntője az országos mérészfúvós versenynek, és ott is képviseli iskolánkat egy harsonás növendékünk, úgyhogy nagyon szorítunk neki, hogy ő is minél jobban szerepeljen. Az új épület körül hogyan zajlottak az idei tanévben a munkálatok? Hát haladnak a munkálatok az új épületben. Tulajdonképpen hát szinte önerővel az első emelet az majdnem készen van, tehát most már ott nagyon szépen kezd kinézni a dolog, most már úgy el tudja képzelni az ember, hogyha bemegy, hogy itt egyszer majd zeneoktatás lesz. Most a földszinten ott egy komolyabb átalakításra van szükség, hogy ott a táncoktatás az elindulhasson, úgyhogy most ezek a munkálatok zajlanak, illetve hát az önkormányzattól ígéretet kaptunk arra, hogyha a belső munkálatok befejeződnek, akkor az épületnek a szigetelésében fognak majd nekünk segíteni. Visszatérve a felvételig, ha már szóba jöttek, az önök intézményében hogyan lehet jelentkezni, hány éves gyerekek, és milyen időszakban tudnak önökhöz kerülni? Alapvetően az a rendszer vált be, hogy második általános iskolás osztályos gyerekek jelentkeznek szolfézs előképzőbe. Ez a felvételi az már lezajlott, és most június 11-12-én lesz majd a hangszerre jelentkezés, erről bővebb információ a Művészeti Iskolának a honlapján megtalálható. Ide elsősorban a már hozzánk járó előképzőt, végzett vagy már hozzánk járó növendékeket várjuk, de hát ha valaki érdeklődik hangszeres oktatás után, esetleg már idősebb, alsó tagozatos, itt lehetőség van arra is, hogy a hangszerekkel megismerkedjenek és kiválasszák azt a hangszert, ami a legjobban tetszik. Ha egy gyermek gondolkodik azon, hogy valamilyen művészeti vonalon el szeretne indulni, de még bizonytalan abban, hogy mi is lenne számára a legmegfelelőbb, mit tudna üzenni vagy tanácsolni, hogyan lehet ezt eldönteni? A tehetségnek az egyik legfontosabb jele az az érdeklődés. Úgyhogy a legjobb minél több dologgal megismertetni a gyereket, próbálhasson ki hangszereket, más művészeti ágakat, és ami tetszik, azt érdemes elkezdeni. Aki jobban szereti a közösséget, annak érdemes olyan hangszeren tanulni, amivel zenekarba lehet játszani, aki pedig inkább szólista típus, az inkább zongorázhat. Szóval, de hát meg a zongora az egy ilyen átfogóbb ismeret. Szóval ez ilyen alkati kérdés. A lényeg, hogy lehetőleg mindenki tanuljon valamilyen művészetet. A tanév végéhez közeledve ugye ilyenkor majdnem minden tanszak bemutathatja éves tevékenységét. Ezek az események hogyan zajlottak, vagy mik várhatók még? Amelyek már lezajlottak, az hagyományosan, ami május végén szokott lenni, a 17 Big Bandnek az évzáró koncertje, ami hát most egészen különlegesen fergetegesre sikerült a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Most sok vendéggel egy nagyszabású koncert volt. Illetve a Csekovszky Árpád Művelődési Házban
volt szokás szerint megtekinthető a képzőművészeti tanszakunknak a vizsgakiállítása. Hát ezeken már túl vagyunk. Most, ami még a nagyszabású esemény, az ugye az évzáró ünnepségeinkhez és a bizonyítványhoztáshoz kapcsolódó hangversenyek, ami 8-án pénteken, illetve 9-én szombat délelőtt lesz, az első a Vigyázóban, a második pedig a zeneiskolában, és hát ehhez kapcsolódik most már egy, mondhatjuk, hogy hagyomány, hiszen nem először történik, sőt azt hiszem harmadik alkalom ez, hogy átadjuk a iskolánkban megalapított Bartók díjat, amit minden évben egy pedagógus, illetve egy iskolai növendék vehet át, akik hát abban a tanévben úgymond a kuratórium döntése és a tanszakok jelölése alapján a legkiemelkedőbb munkát végezték. Milyen szempontokat vesznek ilyenkor figyelembe egy-egy díjazott kiemelésével? Tulajdonképpen itt valami olyan különlegességre van szükség, ami az iskoláért vagy az iskolával kapcsolatban történik. Hát természetesen ez nagyon sok minden lehet. Elsőként eszünkbe juthatnak felvételiző növendékek vagy versenyek, akár a pedagógus, akár a növendék tekintetében, de hát nyilván ezen kívül azért még nagyon sok minden lehet. Nekünk hát fantasztikus pedagógusaink tulajdonképpen mind úgy érzem, hogy a sajátjuknak érzik ezt az iskolát, és azon kívül, hogy bemegyünk és megtartjuk a művészeti órákat, ezen kívül még hát nagyon-nagyon sok minden van, nagyon sok rendezvényünk van, amiknek a szervezésében hát így közösen veszünk részt, tanárok szervezik ezeket az eseményeket, ebben a növendékek is nagyon sokat segítenek, úgyhogy hát nagyon sok olyan alkalom van, ahol együtt építjük ezt a közösséget, ami a Bartók Művészeti Iskola, és hát így ezek mind együtt teszik össze azt, hogy ki az, aki érdemes erre a díjra minden évben. Köszönöm szépen a beszélgetést, én kívánok a további programokhoz még nagyon sok sikert, a nyárra pedig jó pihenést. Köszönöm és akkor szépen. Most tekintsünk vissza a már említett 17 Big Band koncertjére. Fennállásának 18. évfordulóját ünneplő 17 Big Band koncertje várta az érdeklődőket május 24-én a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. A fellépés repertoárjában felcsendült többek között a Csillagok háborúja és a Karib-tenger kalózai című filmek zenéje. A közönség tagjai azonban csacsacsát, swinget és klasszikus alkotásokat is hallhattak. A zenekar műsorának programját mindig az emberi kapcsolatok, beszélgetések, a zenésztársakkal való találkozások és élmények alakítják, mondta el Szász Zsolt karnagy. A repertoár az mindig valahogy úgy jön össze, hogy ötletszerűen. Találok egy kottát, akkor beszélek emberekkel, hogy mit akar elénekelni, tehát ilyen ad hoc az egész. Chicago, it's better part of town. And if
if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Now Leroy Moore and Trevor, he stood about 6'4". All downtown ladies called him flipped up all over. All the men just called him sir. And he's bad, bad Leroy Brown. Bad man in the whole downtown. Bad on an old King Kong. And the meaner than a jackyard dog. Now Leroy, he a gambler. And he like your fancy clothes. He like to wave his diamond rings in front of everybody's nose. He got a costume continental. He got a Eldorado too. He got a 32 gun and it's pocket for fun. He got a razor in his shoe. And he's bad, bad Leroy Brown. Bellest man in a whole downtown. Better than an old kicker. Vendégelőadóként színpadra lépett többek között Antal Tibor jazzhegedűs, valamint közreműködött Frank Ádám dobon, Strauss Eszter fúvós hangszereken, Hegyi Tibor gitáron, továbbá a Dunaharaszti és Soroksári Zeneiskola harmonika zenekara is. A rendezvényen énekelt Strobel Dóra musical színész, Orbán Gábor, Pál Tamás, Weninger Attila és a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola intézmény vezető helyettese Balog Lázár. Your loving, I need you every minute of the day now. Girl, listen what I say, 'cause it's only the morning now. I want you when the moon shines bright. I said I want you when the time is right now. I need you all through the night now. There are feelings out of sight, 'cause it's only the morning now. That's what I'm gonna do. I'm gonna make love to you. Well, that's some kind of pretty jazz queen. I said, come on, girl, now this is it. Get it on in the morning now. I feel it's gonna be, oh, I feel it's gonna be just you and me in ecstasy. A fúvós zenekar eredményes tanévet zárhat. 2017 őszén a Big Band Fesztiválon kiemelt aranyminősítést nyert el 2 év után újra, ami bizonyítja, hogy a formáció az ország egyik legelismertebb zenekara. Száz Zsolt karnagy a koncerten átadott emléklapokkal és ajándékokkal mondott köszönetet a Seventeen Big Band zenészeinek. Nyáron lesz még egy-két fellépésünk Balaton akaratján, meg Zsámbékon, és aztán jövőre megint újabb meglepetések lesznek, ami még számomra is meglepetés lesz, mert én sem tudom, de mindig van valami. Az esemény közös énekkel zárult. A formáció a vendégelőadókkal közösen Michael Jackson We Are The World című dalát adták elő. Just you and me. We are the world. We are the children.
it's you and me. Most pedig a teljesség igénye nélkül következzen programajánlunk a jövő heti események kínálatából. Június 12-én 18 órakor nyitja meg kapuit a festőiskolák éves kiállítása Összefogás címmel a Vigyázó Sándor Művelődési Ház Balonyi Galériáján. Az est folyamán Vágó Zoltán festőművész, a festőiskolák vezetője mond köszöntő beszédet, közreműködik Kis László népzenész. Ezzel véget ért mai adásunk, köszönjük figyelmüket. Jövő hét pénteken újabb témákkal várom Önöket, addig is minden jót kívánunk, viszontlátásra!